A kötelező banki adategyeztetésre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem miatt van szükség. A lakossági ügyfelek közül azoknak kell megjelenni a bankokban, akik erről értesítést kaptak. A kötelező adategyeztetés 10,6 millió ügyfelet érint, de miután a nyári határidőig kevesen tettek eleget kötelezettségüknek, meghosszabbították a határidőt október 31-ig. Ez azt jelenti, hogy még két hét áll azok rendelkezésére, akik nem egyeztették adataikat a banknál. Ez félmillió lakossági és 150 ezer vállalati ügyfelet érint. Pénzintézetenként eltérő, hogyan és mely ügyfeleknél végzik el kötelezően az adategyeztetést. Van olyan bank, ahol minden ügyfelet átvilágítanak, míg máshol kivételt képeznek az azonosítás alól azok, akiknek rendszeres jövedelem érkezik számlájukra, például fizetés vagy nyugdíj. Az adategyeztetési kötelezettség az életbiztosítással és az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezőkre is vonatkozik. Akik október 31-ig nem végzik el az adategyeztetést, november 1-től zárolják a számlájukat, és nem tudnak a pénzükhöz jutni, hívja fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség.